végül is a Sándor Ferenc volt az első főnöke a számítóközpontnak, viszonylag rövidebb ideig. Az első gép, amely a KFK-ban működését kezdte, ez az Ural 1 volt. Az Ural 1-ről itt már egy délelőtti előadásban volt szó, úgyhogy én erről nem nagyon sokat akarok mondani. Annyit igen minden esetre, hogy a technológiai színvonalához és egyéb paramétereihez képest rendkívül megbízható gép volt. Azonban annak ellenére, hogy elektronikus volt. Annak ellenére, hogy elektron. Azért mondom, hogy a technika akkori színvonalához és technológiai fejlettségéhez képest. Azonban hát hamar kinőtte a KFK-i az Ural 1-et, pillanatok alatt kiderült, hogy nem nagyon tudjuk mire használni. Hát egy példát azért említenék, az legelső feladatok egyike az exponenciális bomlási paramétereknek a meghatározása volt, tehát egy három egyenletes transzcendens egyenletrendszernek a megoldása, ami a tulajdonképpen exponenciális bomlásnak a három paraméterét jelentette. Ezt Newton módszerrel oldottuk meg erre, azért emlékszem, hogy ezt a programot történetesen véletlenül én írtam. Ez egy nagyon ügyes kis program volt, csak egyetlen baja volt, hogy a Newton módszer elkonvergál a mínusz végtelenbe, hogyha nem jók a kezdőértékek. Ezért a következő metódust alkalmaztuk a kezdőértékeknek a meghatározására. Az exponenciális görbét, ami egyébként mérési pontokból állt össze, tehát illeszteni kellett rá, nem interpolálni természetesen. Ezt Linlock papíron ábrázoltuk. Ugye egy Linlock papíron, hogyha egy exponenciális görbét ábrázolunk, akkor abból egyenes lesz, és akkor szépen szögmérővel le lehetett mérni ennek a dőlésszögét, és azt adtuk be kezdőértéknek. Ez a ábrázolása a görbének, meg méricskélése az X-tengelyel való meccéspontnak, meg stb. Ez körülbelül 30-szor annyi ideig tartott, mint amennyi alatt lefutott a program, még beleszámítva a görbepontoknak a bekódolását is. Na, a